Figyeljen ide, Agirre, azt gondolom, hogy nem lenne jó ötlet elmenni együtt reggelizni. Uh-huh. Így van, és elnézést kérek, nem kellett volna felvetnem. Ugyan, ne szabadkozzon, most már mindegy, eső után köpönyeg. Ennek így kellett lennie, és így volt megírva valahol. Nem, de bocsánatot kell kérnem, nem könnyű szabadulni a bűntudattól. Ne, könyörgök, ne kezdjen el magyarázkodni az ég szerelmére. Nem, kérem. Jól van, rendben. Elmegy? Nos, nem, még nem, de dél körül elmegyek. Igen, délben szeretném, ha elvinne valahová, aztán szabad lesz. Azt csinál a délutánjával, amit akar. Na, jól van, és hová kell elvinnem? Oda, ahol enni lehet. Étterembe? Nem, egy szupermarketbe. Úgyhogy, ha megbocsát, kienged, jó? Bocsánat, viszlát. Igen, Laurita, nálam van a mérleg, ne aggódjon. Igen, még valami. Szóljon a könyvelőknek, hogy hívjanak fel, sürgősen. Nagyszerű. Jó. A mobiltelefonomon mindig elér. Rendben. Minden jót. Asszonyom, bocsánat, de nem az én dolgom, de ma nem megy be a vállalathoz? Agirre, már másodszor kérdezi ezt meg. Bocsánat. Miért erőlteti annyira, hogy nem akarok belekontárkodni az ügyeibe, de figyeljen a tejre. Vagy a tehenekre, meg a többi ügyre, tudja, hogy gondolom. Igen, a cég, persze, értem, nyugodjon, megértem. És egyébként se aggódjon a munka miatt, itt van, ennyi elég. Nyugodtan visszamehet a konyhába, Agirre. Nem is öltözik át? Vagyis nem? Tessék? Nem, úgy értem, nagyon elegáns ebben a ruhában, komolyan is, mivel egy szupermarketbe megy, gondoltam jobb, ha... Köszönöm szépen a bókot, de miért nem mehetnék így a szupermarketbe? Dehogy nem mehet, nincs ezzel semmi baj, csak az ember általában kényelmes ruhában megy egy üzletbe, nem? Köszönöm a jó tanácsot, Agirre, de általában nem szeretem eltitkolni, ki vagyok, úgyhogy nem öltözöm. Értem. Át. És egyébként sem öltöznék át, ugyanis nem azért megyek a szupermarketbe, amiért szoktak. Nem vásárolni. He? Ugye érti már? Kapiskálja? Kapiskálom. Igen. Agirre, kérem? Igen? Beszélnem kell magával négy szem közt. Pardon. Igen? Agirre, nem akarok kertelni. Tegnap láttam magát Viktóriával. Mit látott? Nem értem. Amit kellett. Mit? És őszintén szólva nem nyerte el a tetszésemet. Nem, Santiago úr, ne értse félre. Viktóriával pusztán barátságon köztünk, úgyhogy nem kell aggódni. Ne feledj el, Agirre maga alkalmazottként van itt, és nem tartott fenn semmiféle barátságot a munkaadóival. Az a helyzet, hogy Viktória... Viktória kisasszony! Persze, Viktória kisasszony. Nagyon jobban van tátuval a lányommal, és nyilván maga is tudja, hogy miért. Igen, tudom. Elég volt a botrányokból, Agirre. Alejandro már így is összeboronálta magát meg Pászt, már az is felháborító volt. Most meg Viktóriával kezd ki. Ne feledj el, ők testvérek. Nem felejtem el, uram. Dehogy is. Még valamit a helyzetről. Főnökként vagy férfiként beszél? Ha főnökként, akkor joga van számon kérni. De ha férfiként, nekem tiszta a lelkiismeretem. Bocsánat. Te akarsz a barátnőm lenni? Pácséko! Micsoda? Jól hallottam? Mit? Mit hallottál? Azt ti mondta... arról beszéltetek, hogy járni akar? Nem! Tátu, hagyj magamra bele! De miért, apa? Tátu, nem mondott semmit, megmagyarázom, hogy... Tátu, apád azt mondta, hagyj magamra ezzel a pácsékóval. Csak most jöttem haza, és... Tudom, hogy most jöttél, pácsékó. Köszönni akartam, és mit látok? Egy párocskát. Beszéljünk, mint férfi a férfival. Most jöttem haza az államokból, és meg sem akarsz ölelni. Megölelni? Azt hiszed, ölelést érdemelsz? Belépek a konyhába, és mit látok? A barátom trécsel a lányommal, a szerelmükről. A pofátlanság ne továbbja. Bocsáss meg! Rosszul gondolom. Hát mit kéne gondolnom? Magyarázd meg, hogy mit? Úgy tudtam, Barbarát szereted, nem? Mi történt?
Mi a gond? Kiszerettél belőle? Ez nem így megy. Barbara éli az életét, én is élem a sajátomat. Mi ezzel a baj? De nem a lányommal, megbocsáss! Megbocsáss, nem a lányommal! Ő még gyerek, nagyon fiatal. Ártatlan testben, lélekben. Olyan lány, aki sokat szenvedett. Juan, bíz bennem. Megígérem, hogy nem bántom a lányodat. Jó. Jól van. Látom, tudod, hogy kötelességed vigyázni egy fiatal lányra, aki még ártatlan. Ezt tartsd észben, és... Rendben. És felejtsd el, hogy létezik. Nem fogod bántani. Minden világos? Gyere, ölej meg! Pacsékó! Nagyon hiányoztál, öreg. Nagyon hiányoztál, Pacsékó. Hogy vagy? Jól? Végeztetek? Igen, igen. Bejöhetek? Persze, persze. Milyen volt? Nagyon jó. Jó? Neki. Én vagyok az, Paz. Igen, minden. Paz? Mik a te? Ezt a meglepetést. Hol vagy most? Hogy hol? Unatkoztam otthon, úgyhogy kedvem támad vásárolgatni. Valami baj van? Nem, nincs. Csak úgy volt, hogy egy előadásra megyek Viktóriával, de itthon hagyott. Na hát. De megbeszéltem egy ebédet Carlosszal a szupermarketben, ahol dolgozik. Halló? Neki? Halló? Remélem, hogy elégedettek a választ. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Figyelj csak, azt hittem, ráuntál már az élelmiszerbolti alkalmazott szerepére. Igen, jól gondoltam. Á, igen? És mit mondasz Páznak Matélben, amikor megjelenik a szupermarketben? Nem érzed úgy, hogy ideje pontot tenni ennek az ügynek a békére? De úgy érzem, igen. Kérnék valamit. Foglald el Viktóriát. Van a koncepció? Egy pillanat. Akkor menjünk, köszönjük. Jó, rendben, menjünk. Izgalmas esemény, egy pillanat, nem te pár? Igen. Nagyon izgalmas. Mesélj. Mint ő. Nyugodtan kérdezzem. Mondok neked valamit. Francesco, javíthatatlan szoknyapecér. Ráadásul foglalt. Csak azt nem mondd, hogy te meg... Jaj, ugyanvár, Viktória. Francesco és én csak barátok vagyunk. Számomra ő mindig cítusgyümölcs volt. De számodra is. Jobb lenne, ha megfogadnál a tanácsodat. Nagyon köszönjük, ott lesz. Köszönöm. Szóval, egy pillanat. Nos, minden rendben. Megbeszéltük, és minden tisztázódott, minden világos. Milyen világos? Hát minden. Hogy te még gyerek vagy, és hogy nem kell megzavarni a fejecskédet. Hogy gyerek? Hogy gyerek vagyok, és nem kell engem megzavarni? Várj, nyugodj meg! Nem vagyok gyerek, nem fogod fel, hogy elmúltam 20 éves? Nem vagyok kislány, akit kézen fogva vittél iskolába, akkor ekkora voltam, most meg ekkora. Tudom, hogy felnőttél. Hát persze, tudod, akkor persze, miért mondasz tudom, ilyeneket? Hogy jön el most mondtad, hogy egy gyerek vagyok, pedig nem vagyok. Ő mennyi idős? Kit érdekel, hogy mennyi idős? Mégis kit érdekel? Hozzád nagyon is idős. Dehogy is idős, hogy mondasz ilyeneket? Bocsánat. Nem, mert ez a mi ügyünk a lányommal. Nem, pontosan ez a probléma, ez Nikolász ügye, meg az enyém, nem a tied. Elnézést! Nagyon jól tudod, mi a véleményem. És te is. Megtudtuk, mit gondol. Nem akarja, hogy együtt legyünk.
viszont igen. Ágérre, ha elkísért a boltba Carloshoz, a délután további része a magáé. Rendben, asszonyom, köszönöm szépen. De odabent is veszélyben lehet, az üzletben is lehetnek bűnözők, úgyhogy vigyázzon magára, kérem szépen. Na de Ágérre, ne haragudjon. De van ott valaki, aki vigyáz rám. Ott van Carlos. Carlos menedzser és nem testő. Na igen. Maga megvidéki volt, mielőtt idejött a városba, úgyhogy... Nézze, én már felkészültem. Az ég szeremére, Agirre, nem a négy hónapos távolléte alatt én begyakoroltam a lövészetet. Jó, de nem baj, nekem is fontos dolgom van. Milyen dolga van? Hová megy? Mit csinál? Betániával találkozom. Hol találkoznak? Mit fognak csinálni? Együtt ebédelünk. Hol fognak ebédelni? Étteremben, nem szupermarketben. Bocsánat, hölgyem. Mit néz? Összerondított egy galamb. Mit bámult? Nem kellett volna idejönnie. Bocsánat. Ott van. Minden. Szóljon neki, hogy mossa ki az ingét. Na de, Agirre... Hol ebédelhet azzal a nővel? Még ilyet? Szia. Nagyon megijesztettél. Eltelt ugyan egy rövid idő, de nem romlott a memóriám. Tessék? 25 évvel ezelőtt ugyanúgy néztél rám, mint ahogy most rám. Carlos, ne haragudj rám, hogy ezt mondom, de azt hiszem, rosszul ítélsz meg. Nem vagyok ugyanaz, aki 25 évvel ezelőtt. Miért? Miért teszel szemrehányást? Nagyon jól tudod, hogy mire céloztam. Nem, miből gondolod, hogy értettem a célzásodat? Miből? Mert ez az igazság. Mi az igazság? Ugyan már! Szerintem nem akarod elfogadni, hogy 25 év eltelt a fiatalkorunk óta, érted? Például annak idején be sem tettem volna a lábamat egy ilyen szupermarketbe. Mihez kezdtem volna egy ilyen helyen akkoriban? Jó, jó, igazad van, ez legalább tényleg így van. Tessék. Mi az, hogy legalább? Miért fárt rász? Miért védekezel folyton? Hát én védekezem. Igen, mi bajod van? Próbára akarsz tenni? Hát én ezt nem hiszem. Mondd meg, mi a helyzet. Tudni akarod, elfogadom-e a körülményeidet? Jaj, pász. Akkor tájékoztass afelől, hogy mi a baj, mert nem értem, és szeretném megérteni. Légy szíves, Carlos. Mondd meg, mi a baj.